Hát, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit a Mi Hazánk Mozgalom a mai sajtótájékoztatóján, melynek témája a napelemes rendszerek körül kialakult áldatlan állapotok lesznek. Amennyiben a napelemes rendszerekbe, a háztartási napelemes rendszerekbe már beruházó tulajdonosok nem kapják vissza, az államtól a csatlakozástól számított legalább 10 évre az éves elszámolás lehetőségét, akkor biztatási kár jogcímén perejék be az államot, és ebből a célból tömörüljenek pertársaságba, hozzanak létre, hozzunk létre közös erővel egy pertársaságot. Ebben a Mi Hazánk Mozgalom minden tőle telhető segítséget megfogadni. Pertársaságba szeretnénk tömöríteni az embereket, hiszen ez a sokadik húzása az államnak, amikor vállalkozások vagy magánszemélyek, adott társadalmi rétegek pénzével, megélhetésével, lehetőségeivel, biztonságával szórakozik. Azt mi értjük, ami az állam tökéletesen érti, hogy a többszörös milliárdos fideszes döntéshozók nem érzik ennek a súlyát, hiszen számukra egy háztartási méretű napelemes rendszer bekerülési költsége jelentéktelen kávépénznek bizonyul. Ugyanakkor azok a magyar emberek, legalább 200 ezer háztartás, legalább 600-800 ezer érintett, aki ebbe beruházott, több millió forintot, sokszor élete összes megtakarítását rakta ebbe bele, annak érdekében, hogy legalább egy részleges energiabiztonságot, vagy energiafüggetlenséget garantáljon a családjának. Valljuk be őszintén arról volt, hogy sok év előre kifizették, amikor létrehozták a napelemes rendszereket, abban az ígéretben bízva, hogy a hálózata történő csatlakozástól számított legalább 10 évig az éves elszámolás kiváló lehetőségét és előnyeit élvezhetik. Egyik napról a másikra ezt a lehetőséget élvezik tőlük, úgy, hogy még tavaly, amikor a szintén teljesen indokolatlan csatlakozási stopot elrendelték, azt ígérték, hogy akik 2023. december 31-én megvalósítják a háztartási napelemes beruházásukat, azok a csatlakozások számított 10 évig, tehát legkésőbb 2033-ig élvezhetik az éves elszámolás előnyeit. Ez volt szombatig, amikor aztán jött Lantos miniszterülés, és nagy sebességgel, fénysebességgel belerongyolt, vagy belerondított a ventilátor normális működésébe, hogy finoman fogalmazzak, és bejelentette, hogy 2021. január 1-től mindenkinek jön a havi elszámolás, amely lényegesen kedvezőtlenebb, Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy vagy soha nem térül meg 200 ezer magyar háztartás egyenként sok milliós beruházása, vagy a megtérülési idő mondjuk 10-12 évről 20-30 évre növekszik. Éppen ezért a mi hazánk mozgalom borzasztóan felháborítónak tartja azt, hogy ilyen módon élnek vissza a két harmas hatalmukkal, felháborítónak és vérlázítónak tartjuk azt, hogy cinikusan arcátlanul lehúzzák, megkárosítják a magyar embereket és a magyar háztartásokat. Teszik ezt pont akkor, amikor az orosz gáztól való függetlenedés mindentől fontosabb lenne, a környezetvédelmi szempontokról, a zöld szempontokról már nem is beszélve. Ezzel az intézkedéssel, az éves lehetőségének elvételével pontosan a gázfüggőség függőség irányába lökik vissza a magyar háztartásokat, Hozzák őket teljesen lehetetlen helyzetbe, és okoznak nekik többszörös károkat, hiszen egyrészt elbukják ezek a háztartások a sok millió forintot, amit belevertek a napelemes rendszerekbe, lényegesen tavaly nyártól kezdve, lényegesen drágábban vehetik innentől kezdve a villanyáramot, tehát többszörösen buktak ezen a e, e, bolton. Éppen ezért egy lehetőség van csak, fejezzék be az emberek, vagy ne fejezzék be, tehát nyugodtan adják a dühüket, de attól, hogy a közösségi média különböző felületen írogatnak, semmi nem fog változni. Látható, hogy ez a hatalom csak és kizárólag az erőből, az összefogásból ért, semmi másból nem. Abban bíznak cinikusan, hogy a, az atomjaira hullott társadalom ezúttal is képtelen lesz megszervezni önmagát. Most a Mi Hazánk mozgalom ezt a lehetetlen helyzetet átlátva próbál segítő kezet nyújtani, segítő jobbot nyújtani ezeknek a háztartásoknak. Szerény lehetőségeink adta keretek között, Igyekszünk olyan jogi képviseletben vagy ügyvédi képviseletben segítséget nyújtani, amelynek a PERTársaságnak társaságnak a megszervezését lehetővé teszi, hiszen nem sokat fogunk azzal érni, hogyha egyenként külön-külön az emberek elkezdik perelni az államot, mert mivel álláspontom, jogi álláspontom szerint a biztatási kártérítés igénylésének és megfizetésének minden feltétele fennáll, ezért óriási lehetőség és illik a magyar háztartások számára, ehhez viszont egy nagy közösségbe, egy nagy pertársaságba kell tömörülni, annak érdekében, hogy leverjük az államon az újabb húzásának, az újabb hibájának a következményeit, hiszen azt a társadalmat nem lehet sokáig egyben tartani, és nem lehet jogkövető magatartást elvárni, amelynek pont a döntéshozói nem tudják megérteni, de most végre meg kell érteniük, ezen kártérítésügyek kapcsán is majd az emberi együttélésnek a legalapvetőbb szabályát, mi szerint tetteinknek és döntéseinknek következményei vannak, vagy következményei lesznek. Úgyhogy erre a pértársaságban való tömörülésre buzdítok mindenkit, és ahogy mondtam, a mi hazánk mozgalom mindenkinek segít ebben, hiszen ha ezt is következmények nélkül hagyjuk, ha nem adunk rá demokratikus, de ugyanakkor erős és csattalós választ, akkor az idők végezeteig mindent mindent meg fognak tenni velünk szemben, mindent elkövethetnek, hiszen ha nincs következmény, ha nem találkoznak erővel, akkor úgy gondolják, hogy számukra nem érvényesek a magyar demokrácia, vagy a magyar törvények szabályai. Éppen ezért tartjuk fontosnak azt, hogy ezt a pertársaságot létrehozzuk. A ügyvédi, vonatkozó ügyvédi vagy a kapcsolódó ügyvédi irodák elérhetőségeit a közeljövőben nagyon hamarosan nyilvánosságra fogjuk hozni, annak érdekében, hogy az embereket össze fogni és össze tudjuk tömöríteni ennek a nemes célnak az érdekében.